no, it's okay. Azért hívtuk össze ezt a mai sajtótájékoztatót, hogy bemutassuk azt a listát, amely tegnap lett hirdetve a Szabadkővárosi Választási Bizottság részéről. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a lista 18-as szám alatt lett kihirdetve, és a listának az elnevezése maga, hogy Jenő Mozgalom a Polgári Szabadkáj. A magából a listán nevezéséből is kivehető az, hogy ki a polgármester jelöltje ennek a listának, és úgy szintén az is kivehető belőle, hogy ez a lista egy polgári lista, és nem pedig egy nemzeti, vagy nem egy központi pártlistáról van szó. Ezt a listát polgári csoport állította, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt tartjuk korrektnak, hogy az a lista, amely Szabadkán állítva, és amely komolyan gondol a választáson részt venni, az mindjárt azonnal a megjelentetésekor meg kell jelölni, hogy ki az az ember, aki a lista előtt delegálva ezt a polgármesteri pozíciót. Nem pedig utólag az embereket félrevezetve lesznek, kinevezve, hogy nem pozíció, de más emberek, akik esetleg a listán nem is voltak ilyen pozícióval feltüntetve, amelyben felvetődnek egy. Ugyanúgy el kell, mondjam, hogy több évtized után talán ez az első lista, mint a polgárok csoportja, akit egy olyan lista, vagy egy teljes lista, egy 67 kandidátussal jelölt el, fennáll felálló felállított listáról van szó, amelyet majdnem 2200 szabadkai polgár támogatott hitelesített aláírásával, és én ezúttal is szeretném megköszönni azoknak a polgártársaknak, akik támogatták ezt a listát, mert azt gondolom, ez nekünk nagyon fontos volt, és sokat számított számunkra. És azt kell, hogy mondjam, ez a lista, ez egy több nemzetiségű lista, amelyen vannak magyarok is, horvátok is, unyilvánok is, szervek is, mint jelöltek. Ez nem egy nemzeti lista, és nem egy pártközpontú listáról van szó. Az egyértelmű vált, gondolom, a szabadkaiaknak a nagy része elég, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben a politikai pártok nem nagyon tudták kezelni szabadkai fejlődését, vagy szabadkai jövőjét. Azt gondolom, mindenki előtt világos, hogy a szabadkai polgárok egyre rosszabbul élnek, és nem jobban élnek az elmúlt egy-másfél évtizedben ahhoz képest, amit elvártak volna a pártoknak a működésítési pártoknak az eredményeséget. És ennek a függvényében állt a polgárok csoportjának a listája, amely változtatni szeretne ezen a hozzáálláson. Azt gondoljuk, hogy nem lehet tovább Szabadkát felosztani kizárólagosan pártalapokon és nemzeti alapokon, hanem egy komoly összefogásra van szüksége, hogy a város a fejlődés irányában elmozduljon. Azt gondolom, hogy az elmúlt két évben sok olyan dolog lett elvégezve, amelyet folytatni kell az átterülőszakban, és attól félünk, hogy ha ez a dolog nem lesz folytatva, akkor ez a város nem a fejlődés irányba fog elmenni, hanem elsősorban abban az irányba, hogy ki mit fog kapni, ki fog kiszorítani a politikai szintéről, és elsősorban a pártok, illetve azok a személyek, akik a vezető pozícióban lesznek, saját magukkal és a belső összeszámolásokkal lesznek elfoglalva, nem pedig a városnak az irányításával. Azt gondoljuk, hogy egy olyan vezetőségre van a szükség a városnak az elkövetkező időszakban, amelynek ereje lesz leszámolni korrupcióval, amelynek ereje lesz azzal, hogy a pártvezetésekkel szembe menjen, hiszen sok esetben valójában a munkahelyeknek a megteremtése, vagy a munkahelyeknek a biztosítása párthovatartozástól függ, és nem a szakmai képesítéstől, és nem a szakmai tudástól függ. És ugyanúgy azt gondolom, hogy véget kell vetni annak, hogy a városban elsősorban a párt és nemzeti feudumok léteznek, és ennek a függvényében működik ez a város a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ezek az okozói és az elmúlt időszakban annak, hogy ez a város nem tud komolyabban kimondulni az előzés irányában. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a lista komoly támadásnak lesz kitéve, tisztában vagyok azzal, hogy személyem is komoly támadásnak lesz kitéve, de azt gondoljuk, hogy jó irányba mozgat, próbáljuk elmozdítani ezt a várost, próbáljuk felébreszteni a polgártársainkat abban az irányban, hogy másképp kell egy kicsit gondolkodni, és talán abban is lehetnek gondolkodni, hogy esetleg olyan jelölteket támogassanak a polgártársaink, amelyek nem pártokként működnek, és nem mint pártok a fejükről döntenek a város jövőre vonatkozóan, vagy a fontos kérdésekkel kapcsolatban. Szeretnénk folytatni azt a munkát, amelyet elkezdtünk az elmúlt két évben, amit átvettem ezt a tisztséget, azt gondolom, hogy rengeteg tennivaló van. Azt gondolom, az elmúlt két évben sokan dolgot tettünk helyre, amely az elmúlt időszakban nem volt rendezve.
komoly eredményeink voltak, kár lenne, hogy az eredmények elvesztenek, kár lenne, hogy az eredmények leépüljenek, kár lenne, hogy az eredmények újra a pártegyesség és a párt egyezkedéseknek az áldozataira váljanak. Úgy gondolom, hogy nem körülten túl nagy, azt mondom, hogy okosság ahhoz, hogy ezt az ember, ezt a várost az ember vezesse. Becsületesen kell dolgozni, jó gazda módjára kell irányítani ezt a várost. Rengeteget kell dolgozni, szakszerűen kell dolgozni, és ehhez egy jó csapatot kell kiválasztani, elsősorban szakmai csapatot kell kiválasztani, aki ezt a munkát át tudja végezni. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is én, mint polgármester, arról tanúsítottam, vagy azt tettem le az asztalra, hogy én, az én nevemhez nem kerülnek semmiféle apjövek, az én díjm alatt nem voltak semmiféle ingatlanokkal vagy más költségvetési pénzekkel visszaélések, jó gazdamódjára bántam a pénzekkel, és tudnivaló volt az is, hogy én velem nem voltak háttérkombinációk a városi vagyonnal kapcsolatban. Nem kis mértékben is gyarapítottuk ennek a városnak a vagyonát az elmúlt két évben. Úgyhogy ennek a függvényében szeretnénk felajánlani a polgártársainknak, a szavazóknak, hogy támogassanak egy olyan listát, amely alternatívát képez az eddigi megszokott pártlistákhoz képest, vagy az eddigi megszokott nemzeti listákhoz képest. Azt gondoljuk, hogy ennek van igenis jövője, és azt gondoljuk, hogy lassan ebben az irányba kell elmozdulni és gondolkodni, ha itt egy élhető jövőt szeretnénk biztosítani számunkra és gyerekeink számára. És még csak annyit mondjanom, amit kérdeztem is, hogy milyen arányba osztanak el a nemzeti közösségek? Nem, azt mondom, hogy egyharmad, de hát körülbelül, azt gondolom, hogy körülbelül egy 20-25% a listán az szentnemzetiségű, egy kb. 30-35% az horvát, és kb. 40% a magyar nemzetiségű a listán lévőknek a száma. Tehát próbáltuk ezt az arányt úgy, hogy egy olyan szinten tartani, ami tükrözi valamilyen formán az itteni nemzetiségű arányokat is. Azt is kell, hogy mondjam, hogy nem egy egyszerű dolog itt ilyen listát összeállítani. Sajnos az emberek még mindig félnek, sokan viszonnak attól, hogy ilyen listán az a nevüket adják. Mert azt gondolom, hogy az a fajta múlt, amely terheli ezt a közösséget, én mindig jelen volt ennek a listának az összeállításában is. És ezen kellene túlítni. És mint civil szervezet, miben tudnak újat mutatni a városban ahhoz képest, amit eddig megszokhattunk esetleg a politikai pártoktól? Azt gondolom, az a két év, amelyet tettem az elmúlt két évben a munkámat illetően, azt gondolom, hogy ha a polgárok úgy gondolják, hogy ez a munka, ez igazából értékelhető, és értékelhető a dolgokat, csak valószínűleg így erőteljesebben is kapható. És hogyha esetleg a választások után a polgárok másnak szavaznak bizalmat, akkor mi a következő lépése? Akkor azon fogják választani, teszedni a választ, akinek a polgárok bizalmat szavaznak. És akkor az ön lépése mi lesz után? Azt meg egymásuk a választások utáni politikai erőviszonyú függvényében. Tehát azt senki most nem tudja megmondani előre. Akkor valószínűleg ellenzéki pozícióba fogunk politizálni, ha politizálni fogunk, de valószínűleg ellenzéki pozícióba. De azt gondolom, hogy megvannak a lehetőségek, hogy jó választási eredményt érjünk el. És nem vagyunk egyáltalán megmondják megijedve ezekről a választási kihívástól, amely előttünk áll április 24-én. Ahogyan arról már a nyilvános előtt korábban tájékoztatták, a Magyar Mozgalom Bécsi választási listáját megpróbálták megúvni azért, mert arra hivatkozva, hogy félrevezető az elnevezés, a szabadkai listának ehhez köthetően módosult-e a neve, vagy pedig eleve ez volt a koncepció? Én a civil szervezeten belőle kértem a tagságot, illetve az lehetőséget, hogy Szabadkán engedélyezze számomra, és én abban látom egyébként, hogy itt egy polgármistát választunk Szabadkán. Én Szabadkán nem láttam annak a perspektíváját, hogy itt egy kizárólagosan nemzeti lista legyen felállítva, mert azt gondolom, hogy egy nemzeti listával ezt a várost ebben a helyzetben nem lehet kimozdítani és a fejlődés irányába vezetni. Azt gondolom, hogy változtatnak kell azokra a tépésekkel kapcsolatban, amit elmondtam az előbbiekben is. Csak így lehetne, közös összefogással lehetne ezt a várost kimozdítani ebből a nehéz helyzetben, amivel most található. Ahogy elmondtam, túl kicsik ez a város ahhoz, hogy tovább osztogassuk, vagy osszuk még egymás között nemzeti, vagy politikai párt, vagy más vallási feudumok mentén, mert csak saját magunkat fogunk foglalkozni, és nem pedig a város a gyerekeink jövőjére.